A szövetség elmúlt heti döntése értelmében nem osztották ki a helyezéseket a befejezetté nyilvánított kézilabda bajnokságokban, és kiesők, illetve feljutók nélkül zárult a csonka idény. A nyíregyházi férfi csapat a 10. helyen állt az NB1B keleti csoportjának 12 csapatot számláló mezőnyében. Amikor tavaly elkezdtük a munkát nyáron, akkor nem csak a vezetőség, hanem az egész NB1 is kézlabda társadalom ugye felkapta a fejét, hogy milyen csapatunk van, milyen csapatunk lesz. Nyilván mindenki, tehát nem csak mi, hanem a közvélemény is az állásponton volt, hogy ez egy gyűjtőképes társaság, akár még ott az elején is lehetünk. Sajnos ez abszolút nem úgy indult az egész dolog. Ugye az első hazai bajnoki mérkőzésen az út ellen kikaptunk, aztán ez egy óriási mérítés volt nekünk. Én úgy gondolom, hogy ebből nem is tudtunk felállni az ősz folyamán, egy borzasztó ősz produkáltunk. Kerestük mi is a megoldást Zsoltival. Ugye kerestük azt a védekező csapatot, illetve azt a támadó csapatot, ami megoldást jelenthet, hogy kilábaljunk ebből az óriási hullámvölgyből. Sajnos ez nem sikerült. Most csináltunk egy jó felkészülést, most a tavaszi bajnokság, én azt mondom, hogy egész jól indult. Én úgy gondolom, hogy azért megindultunk felfelé, beszállt a védekezésünk, jó volt a támadójátékunk. Sajnos most a sors közbeszólt, úgyhogy nyilván sose tudjuk meg, hogy ennek a bajnokságnak mi lett volna a vége. Mint Kaplonyi Zoltán elmondta, egyelőre nincsenek információi a jövőt illetően. A klub az szerződésben tud, hogy játékosokkal együtt el. Egyelőre még nincs információnk arról, hogy a jövő év hogyan fog kinézni, ugye, hogy milyen edzőkkel, milyen játékosokkal képzelik el a következő évet. Igazság szerint nagyon sok jó játékosunk volt, legalábbis én úgy gondolom, úgyhogy nem csodálkoznék azon, hogyha azok a játékosok, akik itt voltak, esetleg már most találtak maguknak jövőre klubot. Nyilván ezt még a jelen pillanatban nagyon nehéz megmondani, hogy mikor fog elkezdődni egyáltalán a felkészülés, ha el fog kezdődni, vele mikor kezdődik a jövő évi bajnokság. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy készülni kell rá, tehát a játékosokkal nyilván beszélni kell, edzőkkel beszélni kell. Tehát nagyon fontos az, hogy ugye a többi, akár NB1-es vagy NB1-es csapatok már a jövő évre készülnek, illetve a jövő évi keretüket próbálják meg összerakni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy határos időn belül itt is ez meg fog történni. Egyelőre még mindenki várakozó állásponton van, tehát még erről nincsen információ.